Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Dolgoznak a gépek, eltűnnek a romos házak, újabb mérföldkőhöz érkezett a Doneli városrész megújítása. A lakók kérték, a kertészek már dolgoznak, megújulnak a fák a Virág utcában és a Németh István fasorban is. Barátai, egykori kollégái lepték meg születésnapján Iváncsik Gábort, a vadászpilóta vitorlázóval és légcsavaros géppel is repült. Jó estét kívánok! Újabb 15 milliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások munkahelyi képzéseik megvalósításához. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatás hozzájárul a cégek termelékenységének javításához és a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztéséhez. Így például szakmai ismeretekre irányuló képzésekhez, valamint információs és nyelvi képzésekhez kaphatnak pénzt. A képzési és bértámogatási elem maximális mértéke kis és középvállalkozások esetében 75 millió forint, nagyvállalatoknál 150 millió forint. A program korábbi szakaszaiban eddig mintegy 1200 vállalkozás, több mint 50 ezer munkavállalója részesült ilyen hozzájárulásban. Már bontják az elhagyott romos házakat a Donnerben. Ez is az egyik eleme a városrész rendbetételének. A Donner rehabilitációja mintegy 20 milliárd forintba kerül. A cél, hogy minél többen válasszák otthonuknak a környéket. Míg néhány hete még halomba álltak a bontott téglák, addig mára már teljesen letakarították ezt a területet, amelyet egy kerítés választ most el az utcától. Egy romos épületet számolt fel a város, amely nem csak a környezetet csúfította, hanem lassan veszélyessé is vált. Most itt vagyunk az Irigy utca 5-nél. Ez egy nagyon rossz állapotban lévő épület volt, a végén már nem is laktak benne. Ezt sikerült megvásárolni, és lebontatni. A lebontatás sem megy olyan egyszerűen, hogy most ide megy a markol, aztán ledozerolja, mert ezt is meg kell pályáztatni. A városrész rehabilitációja 2 éve kezdődött. Azóta elkészült a szolgáltatóház, megújult a Donneri kereszt és a plébánia előtti tér, elbontották a romos pavilonsort és átadták a vadonatúj Duna utcát is. Tavaly ősszel pedig megkezdték az elhagyatott házak felvásárlását és bontását. Az itt lakók nagy része szerint a munkák is azt jelzik, elindult a változás. Valamikor Kaposvárnak a legelittebb része volt a Donner, és most sajnos olyan nagy az előregedés, hogy nagyon sok ingatlan itt maradt, üresen maradt, lehet látni a hátam mögött is megy tönkre, több örökös volt, aztán nem törődtek vele, kiadták bérbe, ugye a bérlő nem törődött az állagmegóvással. A helyiek szerint, ha leamortizálódott épületek bontásával rendeződne a környék, több fiatal család költözne ide, ugyanis egyre többen keresik az eladó házakat erre felé. A Donneri városrész rendbetételére mintegy 20 milliárd forintot költ a város. Folytatódik a város fa megújítási programja. A héten a Virág utcában metszik és ápolják a fákat a szakemberek. A platánok, korai és hegyi juharok elkorhat vagy veszélyessé vált ágaikat levágják, az előregedettek helyére pedig újat ültetnek. Egy idős diófa koronájában végeznek ápoló metszést az alpinisták a Virág utcában. Szakaszonként haladnak a munkálatokkal, amelyek ezúttal a 48-as ifjúság útjától a Vöröstelek utcáig folynak. Hogy a baleseteket megelőzzék, a közlekedést korlátozva dolgoznak. Szerdán a Németh István fasor környékén viszont már nagyobb lezárásokra lehet számítani. Mivel mindkét oldalon vannak nagyméretű idős fák, és kivágások is lesznek, meg ápolómetszések, itt teljes útlezárás lesz mindkét végén. Mentőket, tűzoltókat, buszokat át fogják engedni, a gyalogos közlekedést viszont csak korlátozottan a helyi forgalomirányítók engedik át. Igazából megköszönnénk, hogyha a lakosság elkerülni, amennyire csak tudja ezt a szakaszt. Itt a munkálatokkal péntekig végeznek, a zöld hulladék elszállítás miatt azonban feltehetően még hétfőn is számítani lehet fennakadásokra. A Balcsi-Zsilinszki és Németh István fasor közötti szakaszon, ami szintén egy teljes lezárást igényel, kivágják az ezüstjuharokat.
Ezek az ezüst juharokról azt kell tudni, hogy az egész városban megfigyelhető, hogy nagyon gyorsan nőnek, nagyon nagy, gyorsan nagy fává nőnek, viszont emiatt nagyon hamar el is öregednek, és mivel nagyon sok ilyen egyed van itt a Virág utcában, ezért gyakorlatilag ezeknek az elöregedett, most már tényleg veszélyessé, törésveszélyessé, kidőlésveszélyessé vált egyedeknek a kivágása fog megtörténni. Helyükre díszkörték kerülnek, míg oda, ahol a légkábel vagy a keskeny zöldsáv miatt nem férne el egy fa, vörös levelű japán borbolyát ültetnek sövénynek. A legfrissebb adatok szerint a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon megközelíti a 65 ezret, amely duplája a 13 évvel ezelőtti 32 ezernek. Ismertette a számokat ma a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Honnung Ágnes szerint csak az elmúlt egy évben több mint 4000 új férőhely jött létre, és folyamatosan javul az országos lefedettség is. Kaposváron két hete adták át a legújabb bölcsödét az Irányi Dániel utcában. A háromcsoportos 43 férőhelyes korszerű belvárosi intézmény megépítésével a város célja az, hogy olyan infrastruktúrális hátteret teremtsen, amely támogatja a fiatalokat a családalapításban. Jelentős fejlesztések valósultak meg a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben. A Lamping József Technikumi és Szakképzői Iskola északi belső udvarán például 800 négyzetméternyi térkövet raknak le, amelynek köszönhetően egyrészt biztonságosabb lesz az udvarban a közlekedés, másrészt esztétikusabb körülményeket biztosítanak az oktatók és a diákok számára. A Nosztopi Gáspár közgazdasági technikum folyosóinak a tantermeinek festésére több mint 72 millió forintot fordítottak, mintegy 3500 négyzetméternyi felület újult meg. A Balcsi Szakképző Iskolában pedig a villamos hálózatot fejlesztették. A KSZ célja, hogy a fiatalok a lehető legjobb, legkorszerűbb körülmények között tanuljanak. Még egy kört Kaposvár. Kicsik, nagyok, amatőrök és profik is rajtozáltak a Cseri Parkban rendezett futóversenyen. A levegőben érezte magát a legjobban Iváncsik Gábor. A most 70 éves vadászpilóta 23 évet töltött a magasban, számos hazai és külföldi hadgyakorlaton is részt vett. Születésnapján a barátok, pilótatársak is köszöntötték a Kadarkuti reptéren. Igazi meglepetésként érte a rengeteg ajándék és ölelés Iváncsik Gábort 70. születésnapján. A vadászpilótát a családján kívül a pilótatársak, a barátok is köszöntötték. Iváncsik Gábor története 1968-ban kezdődött Szolnokon. A sportreptéren próbálhatta ki először a repülést, amelyet sokáig szülei elleneztek, de később belátták, hogy ez az álma. Először vitorlázóval, majd légcsavaros géppel repült, aztán a honvédségnél kötött ki. Hivatásszerűen 1997-ig üzte ezt a foglalkozást, külföldön is több évig tanult. Kiutaztunk a Szovjetunióba, és ott három különböző városba, minden évben másik-másikba, különböző típusokon kaptuk meg a kiképzést a repülésre. El 29-es, MiG 15, MiG 17, MiG 21-nek két változata, tehát a két kormányos az úti, illetve a harci géppel, és utána 76-ban jöttem haza Magyarországra, hadnaggyá avattak, és pápán kaptam beosztást. A pilóta rengeteg hazai és külföldi gyakorlaton vett részt, és még a testvérét is megfertőzte a repülés szeretetével. Olyan is volt, hogy mindegyikünk a levegőbe volt egy időbe, úgyhogy voltak jó történetek, szépek. A születésnapos a Kadarkúti reptéren lévő Su-22-es kiképzőgépet is körbejárta. Ezt az Aviátor repülés történeti alapítvány hozta üzemképes állapotba. Az előző évben is egy nagyon jó sikerült ifjúsági repülőtáborunk volt, ennek szerves részei ezek a repülőgépek. Én úgy érzem, tehát, hogy a múlt emlékeit meg kell őrizni, ráadásul még ez a típusú repülőgép Magyarországon ilyen fétis volt, tehát erről nem nagyon sokan látták, nem nagyon sokan tudtak, úgyhogy most meg, hogy Kadarkúton van, hát itt teljes tajtékoznak. A repülés történeti alapítvány egy helikoptert is felújított, és még egy Su-22-est szeretne megmenteni az utókornak.
A Sirály című színmű látványtervezőjének, az orosz Marfa Gutkovának nyílt kiállítása a Csiky Gergely Színház második emeleti különtermében. A színházi filmes és zenei produkciók látványvilágának megálmodója a legkedvesebb munkáiból válogatott. Ezeket Hatvani Mónika installálta és Memlaur Imre fotográfiái egészíti ki, amelyek helyi vonatkozásban mutatják be Marfa Gutkova alkotásait. A kiállítása a teátrum jegyirodájának nyitvatartási idejében és az előadások alkalmával látogatható. A most műsoron lévő Sirályt ugyancsak orosz művész rendezi, melynek jellemzője a minimalista díszlet és egyedi színészi játék. Több mint 200-an rótták a kilométereket a Még egy kört Kaposvár rendezvényen a hétvégén. A Csedi Parkban rendezett megmérettetésen a résztvevőknek negyed óránként kellett 1 kilométert teljesíteniük. Az Egészséges Kaposvár 2030 program részeként a mozgás népszerűsítették. 5, 4, 3, 2, 1, rajt! Több százan álltak rajthoz vasárnap a Cseri Parkban, kicsik és idősek együtt futottak, vagy éppen sétáltak. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolából érkezett a legtöbb diák. Szinte az egész osztályunk itt van, csak az nincs, aki beteg. Úgyhogy nagyon-nagyon lelkesek voltak, amikor meghallották, és akkor megígértem, hogy persze természetesen eljövünk, szülők is eljöttek, úgyhogy egy nagyon jó közös program az egész osztálynak. A kaposváriak közül egyre többen vannak, akik már rendszeresen résztvevői a hasonló programoknak, többek között az egészségmegőrzés miatt. Nagyon fontosnak tartom, úgyhogy mi tényleg sokat mozgunk a gyerekekkel, részt veszünk programokon és diákolimpiai versenyeken, úgyhogy mindenképpen propagáljuk ezeket a dolgokat. A Még egy kört Kaposvár elnevezésű programot először rendezték meg a Somogyi Vármegye székhelyen. A 8 órán át tartó versenyen negyed óránként indult a rajt, majd egyre gyorsabban. Az első órában 15 perc alatt kellett egy kört teljesíteni a Cseri Parkban, a második órában 12, aztán 10, aztán 7,5, aztán 6, aztán 5. Az már nagyon nehéznek számít. Kíváncsian várjuk, hányan lesznek versenyben. De a verseny szerkezete pont olyan, hogy mozgósítson. A program egyébként felkészülés is a futókörök napjára, amelyen az elmúlt 2 évben második helyen végzett Kaposvár. Ezen szeretnének javítani. A mostani megmérettetés győztese a Kodály iskola, Hangvillág csapata lett. Ők összesen 715 kilométert gyűjtöttek. Egyéniben 38 kilométer volt a csúcs. Híradónk végén sport. Újabb elismerésben részesült Kovács László mesteredző, az Ador János elnöke. A hétvégén Budapesten az 55 éves Magyar Búvár Szakszövetség emlékérmét vehette át, mert hozzájárult a búvársport hírnevének öregbítéséhez. A mester több mint 40 éve dolgozik úszó és uszonyos úszó edzőként. Több mint 60 sportolója jutott ki világversenyekre, Európa-bajnokságokra, világbajnokságokra, világjátékokra, és közülük 35-en térhettek haza ére. Többen pedig döntőt úsztak. Kaposvár város 8 egyéni világbajnoka közül 3 az egyesületből kerül ki, egyikük saját leánya. Kovács László több ezer gyermeket tanított meg úszni. Vereséggel kezdték a felsőházi rájátszást a kaposvári vízilabdások. A hétvégén a BVSC Zugló otthonában kaptak ki 10 góllal. A találkozót az első percektől fogva a hazaiak irányították, és a fővárosiak lendületét a folytatásban sem sikerült megtörnie a kaposvári együttesnek. Vezetőedzőjük a meccs után úgy nyilatkozott, hogy több gól a blokkról pattant be, így dolgoznak azon, hogy a védelem a helyén legyen. Surányi szerint, ahogy halad előre a bajnokság, egyre jobban összerázódnak és szorosabb eredményekre lesznek képesek. Folytatás március 16-án a Vasas ellen Kaposváron, a Csík Ferenc versenyuszodában. Alaposan megizzadtak, de végül 7-1-es győzelmet arattak a kaposvári tekések a hétvégén a Szent Gotthárd ellen. A vendégek mindössze 21 fával ütöttek kevesebbet, mint a kaposváriak, és csak 2-vel kevesebb szettpontot zsebeltek be, mint a listavezető. A mezőny legeredményesebbje 624 fájával a kaposvári Pintér György volt, aki szerint a Vasi egy rendkívül tehetséges és fiatal társulat volt, most hullámzó teljesítménye. Az ifjúsági mérkőzés sima győzelmet hozott a hazaiaknak, a vendég szentgotthárdiak pont nélkül térhettek haza. A következő fordulóban a kiesés elől menekülő Bábolna érkezik Kaposvárra. Főbb híreink még egyszer röviden.
Dolgoznak a gépek, eltűnnek a romos házak, újabb mérföldkőhöz érkezett a Donneli városrész megújítása. A lakók kérték, a kertészek már dolgoznak, megújulnak a fák a Virág utcában és a Németh István fasorban is. Barátai, egykori kollégái lepték meg születésnapján Iváncsik Gábort, a vadászpilóta vitorlázóval és légcsavarosgéppel is repült. Híradónk után 6 szemközt című műsorunkkal várjuk Önöket a továbbiakban a képernyők elé. Friss híradóval pedig holnap jelentkezünk ismét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés. Gyenge hidegfront érinti térségünket, így kisebb átalakulás kezdődik a légkörben. Megszűnik a meleg levegő utánpótlása, északi-északkeleti áramlás alakul ki felettünk. Holnap változóan felhős napos idő várható, az északkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 3-6 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 13-15 fok között alakulnak. Csütörtökön felhő átvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Néhol előfordulhat futózápor. Hajnalban 2-5 fok, napközben 9-11 fok várható. Pénteken már több felé valószínű gyenge fagy kora reggel, majd ezt követően újabb enyhülés várható. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. Siófokon, a Kálmán Imre sétányon igényes kivitelben épülő Koloman Társasház ingatlanjainak értékesítője.